Köszöntöm a kedves nézőket, én Honpot Lívia vagyok, a mai vendégem pedig Márki Tünde, aki az SOS gyermekfaluban töltött munkájáról fog beszélni. Tündi, köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. Mi igazából ez a gyermekfalu? Tudnál róla beszélni egy kicsit? Az SOS gyermekfalu egy alapítványi szervezet, amely a hátrányos helyzetű gyermekek szerető családban való felnevelkedést biztosítja. Magyarországon 3 nevelőszülői hálózat ott építettek ki, van egy Kőszegen, egy Orosházán és egy Kecskeméten. Én a kecskeméti SOS gyermekfaluban voltam. Valamint van nekik ifjúsági házuk, ahol a 18 és 25 év kor közötti hátrányos helyzetű fiatalokat fogadják be. Ezeknek található a Kecskeméten, Szegeden, Sében és Helvécián. Valamint a kecskeméti SOS gyermekfalunak van egy nevelőszülői hálózaton kívüli programja, a gyermekek átmeneti otthona. És hogy kerültél te ebbe a munkakörbe? 2 évig a kecskeméti főiskolán tanultam egy ifjúságsegítői szakon, és az utolsó fél évet szakmai gyakorlatként kellett eltölteni, így az SOS gyermekfalut választottam, hogy ott tapasztaljam meg ezeket. Hogy működött ez a gyakorlat nektek? Fel kellett keresnem a falunak a vezetőjét, ő tovább irányított engem a gyermekek átmeneti otthonának a vezetőjéhez, Úrjáni Erdei Tímához, és ő az, aki koordinálta nekem a fél éves szakmai gyakorlatomat, ő általa lettek a feladataink kiosztva, valamint ő általa tudtuk a kapcsolatainkat is kiépíteni. Említetted, hogy ő osztotta ki ugye a feladataitokat. Milyen feladatokat láttatok el úgy konkrétan? Ugye, mi főként a gyermekekkel foglalkoztunk, velük kellett programokat szerveznünk, vagy kirándulni vittük őket, vagy egyszerűen csak sétálni, valamint voltak, amikor adminisztratív feladatokat kellett végeznünk, de olyan is megesett, hogy családokat látogattunk meg. Volt olyan, amit úgy szívesebben végeztél? Főként a gyerekekkel szerettem szívesen foglalkozni, amikor el kellett velük menni kirándulni, vagy játszani, vagy a programokat megszervezni. Amit kevésbé szerettem, de hasznosnak tartottam, ugye az adminisztratív feladatok voltak, mert azáltal tudtuk az adott egyéneknek az életútjukat jobban megismerni. Értem. Mondtad, hogy szívesen foglalkoztál ugye a gyerekekkel, meg sok programot szerveztetek. Van esetleg ezzel kapcsolatban valami történeted? Az egyik nagyobb program, amit közösen kellett megszerveznünk a többi gyakornokkal, az az egész falut érintette, egy sportnapot kellett megszerveznünk. Egy hétvégi napra esett, amikor a kecskeméti falu mellett az iskolás futóversenyt rendezett, így a falu is bekapcsolódott, és elküldte oda a fiatalokat futni. Addig a kicsiknek bent olyan programokat szerveztünk, ahol célba lehetett dobni, amit saját kreativitásunkból, kartondobozból építettünk ki, vagy 2 fa közé pókhálókat építettünk, és az ottan kúszhattak, mászhattak a sárban, nagyon élvezték, vagy a kisebbeknek akár krétafalfestés is volt, vagy kreatívoskodhattak is. Nehéz egy ilyet megszervezni? Nagyon nagy csapatmunka kell hozzá, az idő az eléggé szűkös volt minden egyes ilyen program megszervezésekor. Ugye ez általában a gyerekeknek ilyen meglepetés programokként szolgáltak, szóval az ő segítségüket nem kérhettük ebbe, ezért csak mi dolgoztunk, mint a szorgos kis hangyák. Az utómunkálatokba tudtuk a gyerekeket bevonni, amikor mondjuk a takarításba kellett a segítségük. Nehéz őket bevonni az ilyen utómunkákba, vagy szívesen segítettek? Ha játékosan adod elő, akkor egészen könnyű őket beszervezni, szóval, hogy szedjétek össze a szemetet, és utána célba dobás a szemetes zsákba, vagy ki tud a leggyorsabban felsöprögetni, kinek van a legnagyobb porkupaca, szóval bármit el lehet adni. És sikerült nyerteseket kihirdetni? Hát persze, mindenki kapott egy pacsit, hogy köszi, hogy segítettél. Végül is teljesen meg voltak vásárolva igazából. Ugye mondtad, ezt a sok pozitív dolgot, volt esetleg valami negatív tapasztalatod, vagy olyan, ami megnehezítette ezt a fél évet? Ugye az ifjúságsegítő is egy szociális munkás végül is. És ugye az egyik alapelv, hogy nem szabad a kliensekkel vagy az adott egyénekkel túlzott érzelmi viszonyokat kialakítanod, vagyis nem szabad hozzájuk túlságosan ragaszkodni. Én, mint kezdő, ezt természetesen elkövettem ezt a hibát, szóval én túlságosan is ragaszkodtam egyes gyerekekhez, és amikor el kellett válnunk, akkor az eléggé megviselt. Miért kellett egyébként elválnotok? Tehát visszakerült a családja? Ugye átmeneti otthonban dolgoztam, volt, amikor vissza tudtak kerülni a gyerekek a családjukba, igen. Hogy láttad, beválik ez a program? Sokan kerülnek vissza? Legtöbbször ugye, akik az átmeneti otthonba kerülnek be, ott olyan problémák merülnek fel az adott családban, hogy akár az egyik szülő függőségi problémákkal küzdik, vagy anyagi helyzetük nem engedheti meg, hogy a gyerekeket fel tudják tartani. Ilyenkor kerülnek be az otthonba. Ha, mint a szülő újra a talpra tud állni,
helyre jönnek a dolgai, akkor vissza tudnak kerülni a gyerekek. Azonban vannak olyan esetek, amikor a gyermekotthonba úgy kerül már be egy adott gyermek, hogy már a nevelőszülőhöz kerül, vagy gyámhoz. Akkor a nevelőszülőtől meg kisebb esélye kerülnek vissza a gyermekek a saját családjukba. Értem. Ilyenről esetleg van személyes történeted, aki úgy vissza is került a családjához? Van, van. Az egyik ilyen gyermekem, akit el kellett várnom, ő egy 2 éves kisfiúcska volt, akinek nagyon hasonlítottam az anyukájára, ezért már kezdetektől eléggé ragaszkodott hozzám. Én meg ugye 20 évesen ott álltam, és ugye először szólított engem egy kisgyerek anyának, szóval így rögtön elkezdtem én is hozzá kötődni. Igen. És nagyon sok időt töltöttünk együtt, szóval ő majdnem végig ott volt velem a gyakorlatom során, szóval 1/2 évig együtt aludtunk, ettünk, játszottunk, szóval nagyon sok időt töltöttünk együtt. És mielőtt véget ért volna a szakmai gyakorlatom, a családjának sikerült talpra állnia, és visszakerülhetett hozzájuk, ezért el kellett köszönnünk egymástól. Ez neki ugye pozitív, mert visszakerült a saját családjába, én meg sínlődtem egy ideig. Igen, te nyilván nehezebben élhetted meg. Idősebb gyerekekkel is foglalkoztatok? Igen, a gyermekfaluba egészen kicsikortól egészen nagykorig bekerülhetnek. A legnagyobb 18 éves volt, ővele is van történetem, ővele úgy volt, hogy neki tanulási nehézségei voltak. 3-an voltak testvérek, és a legnagyobb volt a legzárkózottabb, de engem valamiért a bizalmába avatott, és akkor derült ki, hogy tanulási nehézségekkel küzdik, valamint nagyon alacsony az önértékelése. Ezért olyan feladatokat végeztünk, olyan gyakorlatokat csináltunk hetente 2-szer, ami által tanulni is tudott, és az önbizalma is növekedett, és úgy tűnik, hogy egészen hatásos volt, mert a 1/2 év végén neki lettek a legjobb jegyei. Akkor ez végül is pozitív visszajelzés volt neki és neked is. Egyébként nektek volt valami képzésetek vagy segítségetek, hogy ezeket a módszereket kitanuljátok? A szakmán belül, amíg az iskolában tanultunk, ott inkább ilyen módszertanokat vettünk, hogy mégis hogyan lehet hozzáállni, milyen feladatokat lehet megoldani. Így konkrétan, hogy még például egy tanulási nehézségekkel küzdő gyerekkel, mi úgy ilyen konkrét feladatokat nem tanultunk. Ezt saját tapasztalatból kellett megoldani. Végül is az hasznos, hiszen ezt ugye később is tudod majd felhasználni. Lehet egyébként ezt a munkát hosszabb évekig végezni, anélkül, hogy valaki belefásulna? Nem. Nem. Úgy van, hogy a szociális munkában dolgozók, akik főként ilyen nehéz sorsú gyerekekkel foglalkoznak, nagyon sokszor kiégnek. Ilyenkor elmennek egy szakemberhez, akivel végigbeszélik az adott dolgokat, hogy mely esetek viselték meg a legjobban, megpróbálják feldolgozni, hogy ez nem az ő élete, őnek itt csak segítenie kell az adott gyermeken, akár és felfrissülni, regenerálódnia kell, hogy utána újra tudja a szakmáját végezni. Persze lehet több évig, több évtizedig csinálni, csak nagyon sokszor lesznek ezek a kiégések, ilyenkor hosszabb szüneteket ki kell venni, és csak magára vagy a családjára kell koncentrálnia. Értem, és te tervezed, hogy évekig ebben dolgozz? Tehát ezzel szeretnék hosszú távon is foglalkozni? Ezzel szeretnék hosszú távon is foglalkozni, nagyon szeretnék visszakerülni a faluba dolgozni, lehet ugye majd kiderül, hogy hogyan alakulnak itt. Értem. Tündi, köszönöm, hogy itt voltál és elmesélted a tapasztalataidat. Sok sikert kívánok a továbbiakhoz, és remélem sikerülni fog. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!